Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Bizonyára hallható a háttérben, hogy esik az eső, vihar van, dörög, villámlik. Itt Mallorca szigetén most nagyon lehűlt az idő, nagyon-nagyon hideg van, és ezen nem tudunk változtatni. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy hogy érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi a gondolata, mit tervez. Itt a gólyák jelentik a változásokat. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy változik a hangulata, vagy valami változik a kapcsolatotokban. A második kérdés, hogy hogy érzi magát, az itt látható, te állsz itt a középpontban, ő érzi a közelségedet, ő érzi azt, hogy összetartoztok. Azt is mondhatnám, hogy valami megváltozott nála, valami megváltozott köztetek, és itt mély érzelmekről van szó, hiszen megvannak a vágyak, az álmok, és ő látni akar téged. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni, ő írni fog neked, keresi veled a kapcsolatot. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy vannak elvárásai, és vár arra, hogy valami változzon köztetek, és te írj neki, hogy te jelentkezz nála. Mi fűz össze benneteket? Itt látható ezen a képen egy idegen nő. De akkor ez mit jelent kettőtök között? Itt látható a színpad, és ez a nő játszik itt egy szerepet. Lehet, hogy színésznő. Az is lehet, hogy kettőtök között van egy kreatív tevékenység, és itt kibontakozik valami, mert együtt terveztek valamit a művészetek területén, és ez az idegen nő segíteni fog nektek, akkor változik valami, és ez a levél lehet egy szerződés is. De én úgy gondolom, hogy ez az idegen nő, ez a színésznő itt a színpadon, az téged szimbolizál, hogy játsz most a közeljövőben egy bizonyos szerepet. Nem utasd ki nyíltan azt, hogy mit gondolsz, vagy hogy érzed magad vele kapcsolatban, hanem legyen meg ez a színjátszás. Ez lehet, hogy most te úgy érzed, hogy ez valami negatív. Nem így gondolom, hogy most játsz előtte egy olyan szerepet, ami nem a valóságot jelenti, hanem inkább úgy értelmezném, hogy legyen meg ez a könnyűség, hogy te vagy itt most a főszereplő, hogy te játszod itt a főszerepet. És nem kell olyan nyíltan kimutatni azt, hogy mik az elvárásai, hanem várj arra, amíg ő nyilatkozik, hogy valami változzon a kapcsolatotok között. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!